azt a reflekciót kaptam most nem olyan régen, hogy hú, már megint nagyon megindultál. Látják a változást, van, ami tetszik nekik, van, ami nem. A környezetem visszaigazolást ad arról, hogy az életem egy pozitív irányba változott, főleg a munkahelyen, ahol elismerő szavakkal, illetve egyéb juttatásokkal honorálják a fejlődésemet. A környezetem hatalmas változást lát rajtam, ami, hogyha a képeket visszanézzük, akkor mind a külső, mind pedig a belső tulajdonságaimra igaz lehet. Igen, természetesen, főleg akik régóta ismernek. Sokkal nyugodtabb vagyok, kiegyensúlyozottabb vagyok, boldogabb vagyok, és végre tudom élni a saját életemet. Igen, én teljesen kicserélődtem. Néha furán néznek rám, mintha az UFO, vagy UFO lennék, vagy máshonnan jöttem volna. Teljesen más a meglátásom különböző dolgokban. Közel nincs az előző értelmez a mostaninak. Abból a körből, akik amúgy ismernek engem mondjuk 15-20 vagy akár több éve is, viszont már úgy egy-két év nem annyira láttak, és ott be tudtam zsebelni azt, hogy mennyit változtál, fiatalodtatok, stb. Valójában valamikor ő figyelmeztet, hogy változtam, mert én már nem látom, hogy változtam. És ő szól rám, hogy na nézd, nem is erre mi reagáltál volna régebben. Igen, nagyon sok változást láttak rajtam. Igen, látnak. Nyitottabbá váltam, és gyakorlatiassabbá. Nem szokták mondani, hogy ők mit látnak, csak mondják, hogy tetszik a változás. Én magamon én észrevettem, hogy elkezdtem csinálni, amit kell. Igen, megváltozott a viselkedésem. Sokkal szilárdabb, sokkal ilyen földközeli, tehát sokkal gyakorlatiasabb. És ezeket a gyakorlatoknak köszönhetően alakultak így ki. Igen, vannak bizonyos dolgok, amikben látnak. Én úgy mondanám, hogy a folyamat elindult, a nagy dolgok ezután fognak következni. Nagyon konkrét visszajelzéseket nem kaptam, de én magamon érzem, hogy nagyon sokat változtam. Szerintem igen. Környezetem látja, hogy sokkal határozottabb lettem. Környezetem ott elfelejtem a változás pozitív irányban. Igen, az utóbbi időben többen megkérdezték, hogy én miért nem vagyok soha beteg. Pont 2 héttel ezelőtt kaptam egy visszajelzést, hogy amióta ide járok, sokkal felszabadultabb vagyok. Utoljára ilyet akkor éreztem, amikor a kisebb gyerekemmel terhes voltam. Mindig úgy éreztem, hogy ilyen a drogosoknak az élete, hogy ilyen kis boldog, happy, jaj, de jó, abszolút, így semmi nem húztam föl magam. És most így, hogy nem is vagyok terhes, és tudom tartani ezt a szintet. Tehát, hogy ez így ilyen nagyon kellemes állapot. Abszolút mértékben lát rajtam változást. Mindenki azt látja rajtam, hogy teljes mértékben megváltoztam. Sokkal harmonikusabb lettem én, mint személy, mint az előtt. Igen. Mindenki lát változást, és valójában ezért is fogadják el. Igen, másképp viszonyulok hozzájuk is. Talán több türelmem van, meg nagyobb a megértésem. Abszolút. Abszolút. Azt hiszem, hogy hatalmas változásokat látok. Igen. Látnak. Főként családi környezetben. Valószínűleg igen. Abszolút pozitívan, mind a céges életbe be tudtam iktatni, mind pedig a magánéletembe, mindenhol támogatva vagyok. Látják, hogy amit a munkánál fejlesztek, azt stabilabban oldom meg. Igen, ez nekem így már 16 évvel később egy kicsit, igen, ez. Kicsit késői kérdés. Igen, főleg az elején szembetűnőek voltak a változások. Nem volt kérdés a környezetemben, hogy ezekre a szemináriumokra jöjjek. Megváltozott a környezetem is. De egyszerint azért, mert én akkor átváltoztam. Akik fura feldolgoznak, eltűnik az ember néha pár napra, és teljesen más emberként érkezik vissza, és nehéz elmondani a hagyományos szavakkal, hogy hogyan ért el, mert semmilyen furcsa dolgot nem csináltunk, csak dolgoztunk egy kicsit magunkon, és hatalmasat léptünk előre. Mint vezető, én gyakran kerülök olyan helyzetbe, ahol én adok át információt, energiát a másoknak, és számomra ezek a képzések, ezek a szemináriumi oktatások azok, amik energiát, információt adnak, és ez a folyamat, ez tiszta, érthető, és a környezetem ezt így elfogadja. Elsősorban a vállalkozásban és a munkában látok óriási változásokat, de ezen kívül az egészségem is jelentősen változott pozitív irányba. Innen nézve, tehát a saját magam, a magam számára kitűzött célok szempontjából, ez egy nagyon fontos része a fejlődésemnek.